Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ez a címlap, a Szabad Európa podcastja. 50 perces beszédet mondott Orbán Viktor Tusványoson a 32. Válványosi Nyári Szabad és Diáktábornak a nagy színpadán. A beszédeit egyébként mindig nagy várakozás előzi meg, így volt ez idén is. Hogy milyen volt és mit lehet kiolvasni ebből a beszédből, erről fogunk most beszélgetni. Ágatilla, politológus professzorral, jó napot kívánok! Köszönöm jó, szépen, jö. hogy eljött hozzánk. Várjunk is akkor bele, mert már itt adás előtt ugye elkezdtünk beszélgetni a, a, beszélgetni a beszédről. Egy picit általánosságban az elején milyennek találta most az idei beszédet? Más volt Orbán Viktor, mint korábban? Határozottabb volt, visszafogottabb volt, agresszívabb volt? Szóval mi volt a benyomása úgy összességében a beszédről? Hát az általános benyomásom az, hogy Orbán Viktortól ilyen agresszív beszédet még e nem hallottam, és nem hallott senki. Magyarország sokkal mélyebb válságban van, mint 2010 óta bármikor, és ennek a levezetése volt a kép ez a beszéd, méghozzá, hogy német csoltot idézzem, eh, prédikátor stílusban. Miben tehát, volt agresszívabb a, a mondani valójában, a tartalmában, a, a kifejezésében? Való, a, a mondani valójában, a kifejezéseiben, tehát tehát a szavakban is elérhető ez, de egyáltalán a stílusban most mondjuk kezdjük azzal, hogy a beszéd föl volt építve öt részletben, ez egész nyilvánvaló, tehát nem kívülről visszük be a szempontot, és mindegyiknek megvolt a maga nagyon agresszív érve és rendkívül félrevezető, hamis adatokra épülő szerkezete. Na, csak úgy átfutva, ugye kezdte a e, románok megszólításával. Mondjuk e, már el akkor a nézőknek, hallgatóknak, hogy miről is volt szó szóval pontosan, hogy ön is említi igen, a, az e, elején. Igen, gondoltam, hogy átfutunk a szerkezeten, uh -huh. de, de hát a, tulajdonképpen tudni kell azt, hogy, hogy ez 1990-ben egy e, magyar-román e, lakossági, civil fiatal szervezetek közötti együttműködésen alapult, és ez a szerkezet azért 2010 után lényegében eltűnt, és ilyen kormány megjegyzések voltak, tehát magyarázom a bizonyítványomat jellegű. Ugye arról az történt a beszéd elején, azért mondjuk el így konkrétan, ugye, ugye úgy kezdte Orbán Viktor a beszédét, hogy jó napot, kedves lakó, román hadakon átvágva érkeztünk ide, szeretnénk őket fogadó bizottságnak látni, amire jókunk van, mert a kereszténységét folytatott küzdelmünkben szükségünk lesz a román ortodoxiára. És ugye ez volt az első mondata, és ugye itt azokra a román nacionalistákra gondolt, akik egyébként ott ellentüntetést szerveztek. Már önmagába véve ez is sértő volt, de a nemzetközi diplomáciai életben olyan kifejezések nincsenek, amit arról mondott, hogy ő előzetesen kapott Igen. egy értesítést arról, hogy. Hogyan Miről is nem beszélhetünk. És Igen. annak minden pontját nagyon agresszíven megbírálta és nevetségesítette, holott a diplomáciai nyelven meg megszokás az, hogy a, az ember udvariasan és azon a szinten utasítja vissza, hogyha vissza akar utasítani valamit. Tehát már a nyelvezete utána is az első menetben, ez volt a legrövidebb rész, az első rész, amit visszautalt arra, hogy gyakorlatilag kikérjük magunknak ezt, kikérjük magunknak azt, és mindent, amit a románok mondtak, hogy visszafogottan legyen szíves beszéljen elől vagy alól, ezt ő kerekperec már az elején visszautasította, és bejelentette, hogy nem hajlandó ezekben a kérdésekben egy ilyen puhább megfogalmazást, hanem szóval nagyon sértő volt a román kormányra nézve az a, az a rövid első bevezető rész, amit az Orbán Ugye elmondott. mondott ezzel kapcsolatban egy érdekeset, ugye egyrészt azt mondta, hogy, hogy minden évben fejtörést okoz neki az, hogy miről beszéljen, és most kapott egy ilyen, ahogy fogalmazott, egy segédanyagot a román külügytől, és akkor valóban itt felsorolt, hogy mi mindenről nem tud beszélni, és azt is hozzátette, hogy ne beszéljen a létező romániai közigazgatási területi egységekről, és azt mondta Orbán Viktor, hogy szerint Erdélyre és Székelyföldre gondolhattak, de hozzátette, hogy mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének. Azért ez nagyon erős. E, nagyon erős. Több hasonló kifejezés, amiben lényegében kétségbe bonta e, a, román, a román területen, kétségbe bonta a románok jogát arról, hogy vele egy párbeszédet kezdjenek. De mivel hát előző nap találkozott a miniszterelnökkel, ez e, leértékeli egyben azt a pozitív előlépést, hogy hosszú ide után már volt egy párbeszéd miniszterelnöki szinten. Szóval ez egy nagyon kellemetlen kezdés volt. Utána pedig a második részben egy globális változásról adott egy áttekintést. Először nem lehetett tudni, hogy most ő miért zenél ilyen szvédák zenéjével és a világ egészéről akar szólni. Itt tulajdonképpen az Egyesült Államok megtámadását vezette fel. Nevezetesen azt állította, hogy itt az a világ viharos átalakulásban van, a világháború is lehetséges, lehet, hogy megússzuk, de azt mondta, hogy a háború elég valószínű, a világháború elég valószínű, azért, mert az Egyesült Államok egy hanyatló hatalom, és valószínűleg neki támad Kínának, mert nem bírja elviselni se, hallani se bírja azt, hogy nem, a, nem ő a vezető hatalom a világon, és ezt hosszan fejtegette, tehát teljesen egyértelműen beállt Kína mögé, olyan előjelzéseket adott, amely szerint Kína már most megelőzze az Egyesült Államokat. Itt semmi konkrét tényt nem említett, de a dolog azért is nevetséges, mert Kína gazdasági fejlődése tavaly zéro volt, és egyáltalán lelassult, szóval a valóságos gazdasági és egyéb folyamatokat, hogy Kínán belül milyen problémák vannak, de hogy szaladjak egy kicsit elője, ennek az Egyesült Államok megtámadásának, hogy a világon belüli összes feszültségnek, Amerika az oka, mert minden fenn akarja tartani az elsőségét a világban, és ezzel már megkerülte, és most elég gyorsan ugrok a harmadik részre, azt, hogy tulajdonképpen Moszkva, Oroszország semmiről nem tehet, itt az Egyesült Államok és a Kína között van egy világminetű versengés. Tehát akkor és felmentette tulajdonképpen Oroszországot? Oroszországot? Teljes mértékig felmentette, é, és itt van a legcsúnyább és a legdurvább eh, hamisítás, amit mondott. Tudnék, a következő dolog történt. Nevezetesen Ursula eh, von der Leyen tartott eh, március 30-án egy beszédet ebben, ennek a beszédnek a lényege két angol kifejezés megkülönböztetése volt. Az egyik a decoupling, a másik a dirisking. De a decoupling azt jelenti, hogy elszakadunk valamitől, eltáborodunk, nem tartunk kapcsolatot. A dirisking pedig azt jelenti, hogy föntartjuk a kapcsolatot, de vigyázunk arra, hogy biztonságban maradjunk és az egész beszéd arról szólt, hogy Amerika egy kicsit inkább a dikapling van, mellett van, de mi Európából üzenjük neki, hogy mi a de választjuk, a biztonság megőrzését, és szeretnénk együttműködést a világszinten mindenkivel fenntartani. Erre azt mondja szó szerint az Orbán, hogy a dikapling, de, de az ugyanaz, és a és az Európai Unió lényegében egy ilyen dikaplink mellett foglalt állást. Holott az egész Európai Uniós törekvés végig az, hogy föntartani a kapcsolatot az oroszokkal is, erre az Orbán behozza, hogy connectivity, hogy, hogy mi, micsoda a disznóság, hogy nem szabad a kapcsolatokat az oroszokkal megszakítani, az oroszokkal együtt kell működni, az orosz energiát továbbra is használni kell, és a, össze kell borulni a világban mindenkivel, és így tovább. És ezt az Európai Unióra fordítja, és itt megy át a negyedik részben. Mi lehet most hát csak a, a célja azzal, amit itt ugye elmondott? Tehát az, hogy kvázi felmentette Oroszországot, és mindenért az Amerikát hibáztatta. Az Amerikát hibáztatta mindenért. Uh -huh. Itt viszont az Európai Unióra mondott egy olyan szentenciát, amit az Európai Unió hivatalos képviselője, pont az ellenkezőjét mondta. És pont azért tartotta a beszédet, hogy ő a dikaplingot ellenzi. És az Orbán meg a nyakukba várta azt, ahhoz, hogy az negyedik menetben az Európai Uniót bemutassa, mint egy gyenge, szétesőben lévő, jövő nélkül, ki tudja, hogy egyben marad -e az Európai Unió, stb. stb. És azt mutatja ki, hogy Kína robog előre, az Egyesült Államok hanyatlik, és hát az Európai Unió szétesőben van. Na most a Oroszországról meg tulajdonképpen semmi negatívumot nem mondott, csak azt mondta, hogy természetesen együtt kell működni vele, minden, mindenféle módon, többek között a, a, az említett edegia területen is, és így tovább. Tehát, tehát e, sorozatban e, Kínát magasba emelte, neki ment az Egyesült Államoknak, mindenféle hamis adat alapján, ami e, e, egyszer nem is belemenni, de egy csomó rossz adat, a Kína már meg egy, megelőzte az Egyesült Államokat, gazdaságilag meg ilyen zöldségeket mondott, és aztán utána e, Nekiment az Európai Uniónak is, Európai Unió hanyatlik, sokkal hagyatlik a világban való gazdasági részesedése, és így tovább. Most belemeltnék szakmai abba, hogy GDP sokat emlegetett, holott az ENSZ már régen a sustainable development, tehát a fenntartható fejlődés kategóriájában Egyébként ezek a, ezek a nagyívű összefüggések, amikről ugye Orbán Viktor beszélt, ezeket a kisebb léptékben is, de azért lehetett már a korábbi nyilatkozataiban hallani. Mennyire volt ez most ilyen értelemben váratlan, vagy meglepő az, hogy ezt, a, ezt az összefüggést ő vázolta? Mert ha jól emlékszem, azért korábban többször is, hát Oroszország, Amerika és az Európai Unióval kapcsolatban, és ez egy sok hasonló kijelentése volt már. Na most ahhoz tudnunk kell, hogy ez egy milyen esemény. Évenként egyszer ez volt a kép, nem egy politikai gyűlés, hanem egy szentbeszéd. Egy kinyilatkoztatás. És a beszéden természetesen hónapokig dolgoznak a hazugsággyárba, a különböző ilyen fideszes szellemi magánhadseregbe, és beleépítenek minden olyan tényt, amit ők feltételeznek, amit évként használnak, és abból egy rendszert csinálnak. Azért is gondoltam, hogy ezeket a, tudjuk az ötödik lépcső, az ötödik szakasz, a magyar, azt még, amit nem említettünk. Tehát látszik egy belső felépítés, az olyan, mint mondjuk a karácsonyfal, minden dísz ráakasztanak. Tehát ami valóban, ahogy mondja, mindezeket a dolgokat hallottuk, csak most össze van építve egy szentbeszédbe, egy prédikációba, ismétlem a német zsolt kifejezését, tehát most e, tulajdonképpen a fideszes tábor, aki odajött, megkapta az ideológiai ukázt összefoglalva ebben a beszédben. Azért kérdeztem, hogy mennyire volt ez váratlan vagy meglepő, mármint ez az összefüggésrendszer, amit ő mondott, mert összességében az is, de kérdezem, hogy ő mennyire látja így, nem volt olyan erős, úgymond sorosozás, nem volt brüsszelezés klasszikusan, ahogy az korábban tőle talán megszokhattuk, és magáról a háborúról sem, már mint konkrétan az orosz-ukrán háborúról sem beszélt olyan mértékben, mint amire egyébként sokan számítottak. Én Ennek az, mi lett az én oka? Én az ellenkezőjét mondanám. Szóval minden ponton e, jobban e, rátett a korábbi negatívumokra. Szóval ez az, hogy az ember ne áll dicsekedni azzal, hogy hosszú idő után találkozik a két miniszterelnökkel, és megköszöni, és, és egyéb. És utána neki megy a román kormánynak olyan stílusban, ahogy tette, ilyen a diplomáciában nincs. A második lépésben pedig Kínáról egy csomó olyan pozitív dolgot elmond a Kína istenítése és a Kína jövő fölvázolása, ami Ilyen keményen és ennyire alaptalanul és megalapozatlanul soha nem hangzott el. Tehát most tulajdonképpen visszaépíti annak az ideológiai hátterét, hogy mi, miért építünk mi minden faluban akumlátott gyárat. Uh -huh. Mert Kína a gazdasági főhatalom, ő a világ ura, nem az Egyesült Államok. Ezt nem mondja ki, de hozzá megépíti mindig a, a, az alátámasztást. E, ugye? kíváncsi vagyok, hogy, hogy, mit csinálna, hogyha Isten ne adja, hogy Trump megnyerné a választást, akkor az utóda, a Bidennek az utóda és a Trump, visszatérő Trump döbbenten olvasná, hogy milyen vacakországban vezet ő, ami már lecsúszott, ami már tönkrement, ami már nem versenyképes Kínával sem, és így tovább. A, a Trump ezen őrjöngene az ő haverja, olyan agresszív volt Amerikával az ember, annyira lebecsülő, és így tovább. És az Európai Uniónak még ekkora pofonokat sose osztott. Az Európai Unió lényegtelen. Hát egyszerűen eh, eh, elbadadott, eh, eh, izolált a világtól, eh, fél, retteg a migrációtól, Európai Unió, felejtjük is el. És igenis, kimondta világosan több mondatban, hogy nem vagyunk hajlandók engedelmeskedni az Európai Uniónak. Kimondta azt teljesen, teljes egyértelműséggel, hogy vannak federalisták, vannak szuverenisták, és igenis az Európai Unió diktátumait nem fogjuk teljesíteni. És nagyon érdekes az, hogy, hogy belekavart, és azt mondta, hogy ha nem történik meg a Brexit, akkor ez a fogalom, hogy jogállamiság nem szerepelne most az Európai Unió, hagyjunk mondjam, étlapján, ami azért nevetséges, mert hát volt egy Lisszaboni alapszerződés, szóval most alakítja az Orbán azt, hogy ő életében nem hallott az Európai Unióról? Hogy nem hallott az Európai Unió alapfogalmairól? Hát ott van a Lisszaboni szerződés, 2009-ből, és azon belül zajló tovább folyamatok Akkor tulajdonképpen vannak. itt Orbán Viktor kvázi el is döntötte ezt a kérdést úgy Ezt Látja? akarom mondani. A, a ki, van, ki, van, világosan mondva, hogy nem vagyunk hajlandók teljesíteni az Európai Unió követeléseit. Uh -huh. És ez konkrétan melyik részben, melyik mondatban, vagy melyik kifejezésre gondol konkrétan, ami ezt fejezi ez, ki? Ez, a, a, az ő negyedik részében volt, amikor kezdett áttérni a az orosz kollektivitéről, tehát az való kapcsolat föntartásáról, az Európai Unió bemutatására, és az, hogy mi magyarok, hogy érezzük magunkat az Európai Unióban. És azt mondta, hogy hát versengés, harc folyik a szuverenisták és a, a, a federalisták Föderisták között. között és, igen. Hát igaz, hogy egy kicsit most megrottyantunk, de van még azért esélyünk, az is érdekes volt, hogy azt mondta, hogy Csehországot ma elveszítettük, az elment a federalistákhoz, a szlovákok még habzanak, és, alá, és csak a Lengyelország a maradt nekünk, de azért ne panaszkodjunk, mert, mert vannak szövetségeseink Ausztriában és számos más helyen, hogy az még változhat, de ismétlem, felnőtt ember, nem egy politikus, nem egy miniszterelnök olyat mondjon, hogy a jogállamiság nem tartozik az unió lényegéhez. És ezzel szerződésben, ezzel a szóval és a maga részletességgel nincs kifejtve, csak azóta bukkam föl, mióta az angolok kiléptek. Uh -huh. De most ebb, egy, egy első éves egyetemistát megbuktán tatnának a vizsgán, ha ilyet mondan azért ne vicceljünk. Uh -huh. Ugye volt még egy érdekes uh, ilyen eszmefuttatás a beszédnek az elején. Ugye azt mondta, hogy vannak történelmi taktikai, meg stratégiai idősíkok. Erről beszéljünk már még egy percet, mert itt, uh, itt ugye történelmi példákat is hozott, hogy melyik politikus hol vétett el. Ugye Merkel kancellárt is említett a migrációval kapcsolatban, Kínát is előhozta egyébként ezzel kapcsolatban. Ezt hogy látja uh, ebből a szempontból, mert az, hogy most vala, és hogy ő ugye próbálja ezt a három síkot egyszerre figyelembe venni a politikai döntéseinél, ezek, ezek is, ezek mennyire állják meg a helyüket, mondjuk ezek az érvelések? Úgy tologatja ezeket a kategóriákat, és viszi egyik helyről a másikra, ami nagyjából szükséges. Csak mondom, ennek a beszéd közvetlenül ezt követő részében maga is látványosan ellent mond, mert Ugye azt mondja, hogy van történelmi, stratégiai és taktikai szakasz, de ugyanakkor sehol a világirodalomban, mármint a szakmai világirodalomban ilyen kifejezés, amit ő mond, hogy van most egy 80 éves szakasz együtt és ebbe a 80 ezt rögtön a 80 éves szakaszt, amibe, amiből most kifelé megyünk állítólag, ketté hoztja arra, hogy az első felébe szovjeturalom alatt voltunk, a második felében valamiféle szabadságunk volt, mondja ő, és így tovább. Na, keresztbe mennek ezek a kategóriák, és ezek a történelmi osztályozások. Senki ilyen, eh, hogy mondjam, 80 éves periódusról nem beszél. Ő is csak azokban a mondatokban, amikor éppen azt akarta mondani, hogy 2010-től kezdve így megy át a magyar szakaszba az ötödikbe az Európai Unióból, hogy tulajdonképpen 2010-ben nyertük vissza a szabadságunkat, azóta van jövőnk, és azóta már, most nem mondom el a végét, de a végén ugye azt mond, végül azért oda, hogy jövőre már megnyeljük a választásokat, minden rendben lesz, és akkor már joggal mondhatjuk, hogy 2030-ra tökéletesség alapodába kerül Magyarország, és, és bízhatunk. Igen, és ugye az is elhangzott, ha már Magyarországot ö, említi, akkor beszéljünk erről. Ugye azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy 13 éve építjük az új gazdasági rendszert. Ugye ez is egy érdekes ö, kifejezés ebből a szempontból, és ugye az volt a terve, hogy olyan gazdaság legyen 2030-ra, amely kiszolgálja Magyarországot, és az összteljesítmény az nagyon jó, ö, mert hogy Magyarország Magyarországnak a magyar gazdaság összteljesítménye meg háromszorozódott, ugye itt jöttek a GDP adatok, amikre ön is célzott, és tulajdonképpen itt érdekes volt, mert azt mondta, hogy két bökkenő történt csak itt az elmúlt években, és itt két meteorral ütköztünk, az egyik a Covid, amit ugye kivédett, a kormány is arra nem gyorsan visszatért a saját útjára, ezt mondta, de 2022-ben jött az újabb meteor támadás, és a háború, ami keményebb dió, és ez letérített minket az útról, de érdekes volt, hogy azt mondta, hogy igen, ahogy ön is említi, hogy 2024-re sikerül ebből visszatérni. Ezt hogy lehet kihámozni, hogy mire gondolhatod, vagy mi lehet az, hogy hogy térünk vissza 2024-ben? Ebben, ebben úgy kell gondolkodni, hogy itt e, e, olyan ideológiai támaszokat akar képíteni, tehát például Oroszország e, kivonása a világrendszer vezető hatalmai közül, és tartsuk fönn vele a kapcsolatot ezért, hiszen nem veszélyes, semmiért nem hibás, az volt, egy ideológiai megalapozásként szolgál az orosz politikához. Az, hogy össze-vissza a történelmet és bevezet először három dimenziót, aztán kiemel egy 80 éves időszakot, azt aztán ketté osztja, és ott elkezd mindenféle más kategorizálással élni, az arra szolgál, hogy a szokásos érveik, hogy minden, ami problémánk van, az csak a háború miatt van. Uh -huh. Tehát eh, épít ilyen, hogy úgy mondjam, védő falakat az Orbán ideológiában, hogy, hogy, megmondja, most már értitek emberek, hogy miért védjük az oroszokat, hiszen ők nem hívásak semmiért, eh, és akkor az utolsó menetben még azt kezdi fejteket, hogy most már értitek, hogy miért mondjuk azt, hogy a háború felelős mindenért, hiszen két dolog jött velünk szembe. Azt egyébként mondjuk megemlíthetné, hogy népesség arányosan véve Magyarországon volt a legtöbb haláleset, vagy azok között van. És hasonlóképpen ugye a magyar részben említi a háborút, de azt, hogy az a háború az egész Európai Unióra vonatkozik, és Ilyen súlyos hatásai csak a, a magyar gazdaságra e, és a magyar társadalomra voltak, azokat nem említi. Rá e, fognak rohanni erre a beszédre a közgazdászok, és több tucat ponton e, ki fogják mutatni, hogy azok a tények, amiket idéz, azok köszönő viszonyban sincsenek a valóság. Uh -huh. Egyébként ebből a szempontból egy picit uh, nem közvetlenül a, a beszédhez kapcsolódik, de de, de érdekes kapcsolódás az a, a svéd NATO csatlakozásnak a ratifikálása. Ugye ez nem került elő uh, uh, konkrétan a beszédben, miközben ez is egy fontos uh, és érdekes külpolitikai elem. Azt, hogy ezt nem említette, uh, annak lehet bármilyen... Uh, súlya jelentőségem, hogy ön is mondta, ugye nagyon komolyan építik, vagy építhetik föl ezt a beszédet. Az, hogy ez kimaradt ebből a történetből, annak mi lehet, a, mi lehet az oka, vagy nem is tett rá, még csak célzás sem említésem, és egyáltalán a NATO maga, mint olyan kikerült, vagy nem De volt benne ebben a beszédben. Az egész Tusvárosi konferencia sokkal jobban meg volt komponálva, hosszabb volt, bonyolultabb volt, több szereplős volt, mint bármikor eddig. Tehát ez, a, ez, volt a legagresszívabb beszéd és a legjobban előkészített beszéd. Ez föltételezte azt, és most elkezdhetjük sorra mondani, hogy milyen viták zajlottak le előtte. Azok nem voltak véletlenek, tehát nem, a svéd ügy igenis méghozzá elég csatanúsan előkerült, azt gondolták, hogy nem ebben a beszédben dolgozzák le ez a beszéd, egy általános ideológia hátteret Akart, és bizonyos pontokat szentesíteni általános támaszpontként, de ugye a svéd vita kapcsán volt egy komoly összeütközés. A... Nem is akár kik között, hát, ugye? Igen, hogy ismert már Csérko Péterre van, gondol? Így van, így van. Így van. Tehát, tehát ugye, és hát ugye fölmerül föl azért a dolog, hogy hogy itt, itt, sokkal jobban előkészített dolgok voltak, hát szinte az egész kormány ott volt és megszólalt, egy, egy ember, szóval ez most már azt mondhatnám, hogy nem egy kamara zenekar volt, hanem egy nagy zenekar volt, aminek látszanak, utólag látszanak a szerves részei, hogy hogyan vitatkoztak különböző kényes kérdésekről, és azokat kvázi ledolgozták az Orbán beszéd előtt. És az Orbán ezeket a nagy ideológiai e, cölöpöket velte le, ho, amiben az Orbán rendszer, vagy az egész nevnek mondott dolog a legsebezhetőbb, Ezeket itt adta ki. E, szerintem a legnagyobb meglepetés a nemzetközi sajtóba. E, nem is a durvaság a románokkal szemben, hanem Kínának a felmagasztalása lesz. Az az új mozdulat, amit még eddig az Európai Unió rugdosása is csúnya, de azt, azt, szokta, most is, azt is azért kicsit alpári fogalmakkal csinálta most, mint szokta. Szóval csak csúnyánni ment az Európai Uniónak. De, de itt ő tulajdonképpen ilyen mesélő stílusban, gyerekek, üljetek az ölembe, elmesélem nektek ilyen, ilyen, népszerű, hát hogy is néz ki ez a dolog, majd akkor valahogy megpróbáljuk megmagyarázni, és így tovább, és közben kutya kemény ideológiai téziseket tett le, mindenféle logi, logi, logikai fölépítés és különösebb magyarázat nélkül, de akkor a népség katonaság az a Orbánféle ideológiai magánhadsereg, amit ő fölépített a különböző intézményekbe, főképp az MCC-be, ugye ezeknek meg lesz az utasítás, hogy emberek, ez a beszéd, az tulajdonképpen a térkép. Uh -huh. aminek alapján nektek dolgoznak. Még egy utolsó kérdés a végére, mert ehhez kapcsolódik, amit az előbb említett, hogy az a kapcsolatban, hogy úgy fogalmazott, hogyha valaki az európai politikában forgolódik, mint hogy nekem ez a dolgom, akkor ma a nyugati értékek három dolgot jelentenek. Migrációt, LMBTQ-t, meg háborút. Ezt azért akadtam föl ezzel, meg szerintem mások is. Ugye hozzátett az is, hogy kedves román barátaim, ezeket nem kell rossz színben feltüntetni, rossz színben tűnnek fel ezek maguktól is. Tehát mi az, hogy a háború lenne nyugati érték? Ez valamennyi, most én utána olvastam, és tulajdonképpen 2010-től, a nyugati értékek elleni támadás más-más konkrétumokkal, fogalmakkal össze, összekötve minden Orbáni tusvánusi beszédbe benne van. Nyugat hanyatlása, nyugati értékvesztés. És az, hogy hogy a nyugatiakat. Eh, de a háború is, ez eh, is ugyanúgy benne volt, mert azért ez, eh, ez azért újfajlás. Az most jött föl, de, de korábban is szerepelt már, eh, hogy. Eh, eh, hogy ezek a hatalmak ugye nem veszik figyelembe a többi állam érdekeit, meg stb. Természetes, hogy ez az ukrán, ukrajna elleni agresszióval került ennyi előtérbe, de az a csokor, amiben beillesztette, hogy a nyugati értékvesztés, és ezzel lezárult egy, tulajdonképpen az alapmotívum már mind az öt módon, lezárult egy világhoz. És ebből mi jól jöttünk ki. Mi győztesek vagyunk. Győztesek leszünk a következő választáson is 2004-ben, és akkor hál' Istennek, 24-ben, pardon, és akkor hál' Istennek utána tudok eljönni megint hozzátok júliusba szó szóval szerint pont. A júliusban megint eljövünk, és itt megbeszéljük, hogy milyen nagy győzelmet alattunk és milyen és nagy... És már 2040-ig lehet tervezni, igen, igen, ugye ezt igen, mondtam. Igen. Szóval, tehát e, alapmotívok visszajönnek, mondom, a nyugati értékvesztés, az visszajön, de hát a háború természetesen akkor lép be e, a, 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 amikor már ez a, az agresszió, az agresszió lezajlik. Hát azt gondolom, hogy valóban, ahogy ön is mondja, lesz, lesz erről még közbeszédben szó az, hogy ki hogy próbálja majd értelmezni, megelemezni ezeket a mondatokat, meg hát a beszédet. Köszönöm szépen Ágatillának, hogy itt volt velünk, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a címlap, a Szabad Európa Poszkasztja. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket. Köszönöm én is.